Kovásné Solymosi Anita, a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője vehette át Filóné Ferenci Bolya polgármestertől a Bonyhádi Képviselőtestület által alapított Molnár Józsefné díjat a Szociális Munkanapja alkalmával zajlott ünnepségen. Ez egy hatalmas megtiszteltetés nekem, és nagyon-nagyon örülök és nagyon hálás vagyok azért, hogy az eltelt 16 éven munkáját így jutalmazzák ezzel a díjjal. Kovásné Solymosi Anita, a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központ dolgozói által alapított Életút Kistérségi Közhasznú Egyesület elnök helyettese is, mint mondja. Ez azért jött létre, hogy a gondozott családjainkat gyerekekkel együtt segíteni és támogatni tudjuk. Nagyon sok szakmai programot tartunk, játszóházakat, prevenciós programokat szervezünk. Elvisszük a gyerekeket olyan helyre, ahova a családjukkal sajnos nem tudnak eljutni, és mi ebben próbálunk egy picit segíteni a családoknak. Munkájában a gyerekek örömét szereti a legjobban, és ez a legnagyobb motiváló ereje is a nehezebb időszakokban.